Sziasztus, kacként Tomi vagyok, üdvözlök mindenkit ismételten a Legends of Eisenwald-ban. Ahogy mondtam, a Masquerade szenáriunk végén elkezdjük a Legends of Eisenwald kampányt, és ja... Ugorjunk neki, lesz egy prológus egyébként, amit végig kell csinálnunk, úgyhogy annak nagyon szépen neki is megyünk. Hogy ne legyen azzal a gond. És ugyebár szintén Knight-tal fogunk játszani, hiszen ez egyetlen egy... ember jelen pillanatban, aki így ér valamit, ez tetszik nekem ez a dolog. Oké, és ugyebár difficulton játszunk természetesen, hiszen az ultrát még nem verem bevállalni, de a sima difficultot az egészen nyugodtan. És konkrétan itt vagyunk, Castle Zidlitz. Zidlitz kastély. Veleg fogadtatás és egy korsó tökéletes sör van itt. Biztosak vagyunk benne. Ugye itt van Berthold, és remélhetőleg egy korsó meleg bor. Ugye az út keresztül a Goldstein mocsáron ugye fél lábunk elsüllyed benne. Oké. Úgy látszik a szárazföld már nincs túl messze. Jó, tehát itt vagyunk, ugye? Ez egy kicsi prológus, tehát annyira sok mindenre nem kell gondolni ebbe a dologba. Ez itt van ugye Berthold, aki velünk van, mint lovag. Oké. Ez biztosan a jó út, ami most jelen pillanatban vagyunk. Ugyanezt mondtam a... Tehát ugyanezt mondtam a mocsárba is, és órákat töltöttünk ott. Oké. Jó, tehát lehet, hogy a térképünk egy kicsit szükségtelen aggodalmat okozott. De attól ugye le kell csekkolni, hogy a jó úton vagyunk-e. Open the minimap to find Castle Zidlitz, az ugyebár ott van, és megyünk előrébb egy picit. Itt egy Hunter. Jó napot nektek, utazók! Zidlitzből jött, hogy elvigyem minket a kastélyba. Nagyon jól ismeri ezeket az erdőket. Ugye ezek a földek nem ismeretlenek számomra, barátom. Tudom az utat Klauslin várában. Igen. De lehet, hogy ugye veszélyeskedik ránk a fák között. És... hogy elkerüljük ezeket a dolgokat, hogy kövessük az ő... vezetését. Igen, ugye bízzuk rá magunkat, és legyünk készen. Hogyha esetlegesen valamilyen... probléma lenne. És már itt is van a probléma velünk szembe kapásból. Ez egy agresszív paraszt. Welcome, good sirs. Lord Red Bessel. Erdejében. Ez a Red Bessel, ez nagyon fontos, és jegyezzétek meg. Menjünk vele, és elvisz minket a úrhoz, magához. Hosszú utat tettünk meg, és pihennünk kéne egy kicsit, úgyhogy ne haragudjál meg. Gyertek velünk békésen most, vagy a dolgok nem lesznek nagyon jók számodra. Oké, azt hiszem, hogy menj egyedül. Ugye Bessel nem szereti a... nem tudom... az ilyesfajta válaszokat, maradjunk ennyibe. Na jó, itt egyből egy kis harccal kezdünk. Ugye három darab paraszt és egy ijász ellen vagyunk, viszont mi meg mind a ketten lovagok, tehát gondolom ez egy egyértelmű, hogy mi fog ebből kikerekedni. Az a csávó egyébként vérzik, tehát ez nagyon jó dolog. De az itt van az a Hunter, aki ugye velünk van. És ugye fedezi a hátsónkat. Teljesen jó az a dolog. Micsoda ellentámadások, azt a mindenit. Jó. Nyomjunk bele egyet-kettőt, az is vérzik, király. Na most üssük a Huntert, mert ezeket úgyis le fogom ütni egy-egy ütésből. És ugye ebből arra következtetünk, hogy már csak a Hunternek az HP-ja utána. Igen, mondjuk erre nem számítottam, hogy mondjuk egy ellentámadást nyomunk hirtelen, aztán ugye a fél HP-ját elveszti, de mindegy. Jó, 16 aranyat nyertünk, illetve egy pár XP-t. Nagyon jó. Tehát ugye megyünk Castle Zidlitzbe. Ezt azért picit gyorsítsuk meg, mert ez nem annyira izgalmas, amíg elmegyünk odáig. Itt kell ugye felmenni. Klauslin vára. Remélem fogom innen látni, hogy... nem, pontosabban látja
őt innen, és készen áll, hogy üdvözöljön minket. Igen, ugye Garrisonról van szó, nem olyan nagy dolog van benne egyébként. Na nézzük, Baron Klauslin, tehát Klauslin Zidlitz bárója, ugye változott egy kicsit az évek alatt. Ugye a kis, nem tudom, tüszők, ugye hajjá és szakállán nőttek, és... oké... De ő, tehát ugye... megtisztelő a apánk csapatában sokszor résztvevő embert látni. Ez ugyebár konkrétan Zidlitz. Üdv, Sir Hoplita, igen, itt ez ugye öl a szívem, hogy látlak, igen. Igen, nem emlékszik ugye a barátunkra. Köszönjük a fogadtatást, Zidlitz báró, ez egy megtiszteltetés, hogy még egyszer láthatlak, vagy újra. Hadd mutassam neked Brett Holdot, egy hűséges barátot és harctársat, komrádot, orosz. Megmentett a halál torkából nem egy alkalommal. Aha. Ugye a szerencsé mindkettőnkkel velünk van. Arra kérünk, hogy használjuk a házát, mint a sajátunkat. Remélő, nem volt semmi baj az úton. Ugye egy kis problémába ütköztünk az úton, banditák a Red Bessel parancsára jöttek. Igen, ugye aggasztó hírek egyértelműen, de annyira nem... nem meglepő. Menjünk ugye pihenni, hogy visszanyerjünk az erőnket, és beszéljünk vele, amikor már készen állunk, és beszélünk a elkövetkező dolgokról. Oké. Menjünk Szent Elena templomába. Ott tudunk ugye a sebeinket, ott tudjuk ellátni a sebeinket konkrétan. Nagyon jó. Menjünk oda. Szent Elena templom a jelen pillanatban semleges. Még igazából mindig semleges lesz, de... vagy nem, mindegy. Igen, a sebeinkről beszél. Jó, nagyszerű. Aztán ugye elméletileg az van, hogy... menjünk vissza utána a Zidlitz kastélyába. Rendben. Ugye ezt az utazást felgyorsítom, mert annyira nem érdekes, a történet az bár annál inkább. Kicsit jobban nézzünk ki, csodálatos. Miért nem tanítunk a... és miért nem adjuk vissza a kölcsönt a Red Bessel-nek, ugye amiért megtámadott minket. És szeretné visszafizetni azt, amit tettek velünk. És egy időben ugye az... az ő oldalán is tudhatta minket, hogy ott lovagolunk. Először is ugye pár ember kell szereznünk, aki segít nekünk. Van ugye a várban egy pár, akit felvetnénk, azt mondja, adjad. Oké, csodálatos, de a gyalogság is az íjászokon nem elegek a csatához. Kell egy healer. Forest Village-be találok egyet. Aztán kéne egy pap, ami nem lenne egy nagyon rossz ötlet. Ne legyek meglepve, néha... tehát néha egy ilyen hátulálló ember többet tud tenni, mint egy éles acél. Próbáljam ugye Szent Elena templomában egy ilyen embert felszedni. Ugyanakkor, fiatal barátaim... ugye látja, hogy nem vagyunk felkészülve egy harca felszerelés terén. Kaphatnánk valami nagyon jót ugye a Summer Fairbe, ahol tudunk ugye vásárolni. És neked, Bertold, neki van valami speciális, ez egy ló. Magyarországról, beszarsz. Valami arab helyről van hozva, azt hiszem. Ez egy nagyon durca ló. Igen, ugye nem tudják megtörni, csak betörni. És a falunál fogják tartani a szolgáik közel a várhoz. Köszönöm Lord Klaustin, igen. Nagyra értékeli ezt, ezt az ajándékot. Na figyelj ide, adjad a Lord! Reméli, hogy jól ki van képezve. Több időt töltött ugye a csávó a homokban, mint a... pontosabban a porban, mint a istálóban. Jó. Tehát van egy lova Bretthold barátunknak. Ez teljesen jó dolog. Száj is fel rá, nagyszerű.
Nézzük, milyen felszerelést tudnánk itt venni. Elméletek damaszkuszi kardot, így van. Meg van ott kard, meg minden a májon, figyeled? Adjál nekem olyat? Nagyon jó. Igen, vegyük is fel a felszerelést, mert úgy magába semmit nem ér. Köszönöm szépen, hogy szóltál. Egyen meg a szíved. Na most felszedünk itt ugye egy... felszedjük Guntert, aki... ilyen pillanatban ugyebár egy pap. Illetve elmegyünk Forest Village-be egy Hillerért. Mert erről volt szó, hogy ezt meg kell csinálni. Nem érdekel. Add a Hillert, király. És hogyha ezekkel megvagyunk, akkor mit kéne csinálni? Jó, ez megvan. Gondolom vissza kell menni. Nem, a beszüllel kéne ugye elbánnunk. Először meg kell találnunk, kérdezzük meg Szidlicet, hogy mit tud. Elég sok módon lehet ugye információhoz jutni. Élvezhetnénk egy sörtársaságában, ugye a helyi kocsmában, ahol hátradőlve tudnánk a helyi történeteket hallgatni. Ez jó, jó ötlet, ugye... főleg, hogyha az ivás is benne van, jó, igen. Tehát itt van ugyebár a helyi kocsma. Igen, szerezünk egy kis sört, és tartsuk nyitva a fülünket. Na nézzük, miről beszélnek az emberek. Old Lighthouse, az a régi világítótorony. Megtaláltad-e az új világítótorony Keeper őrzőt? Igen, még nem. Senkit nem talált még ebben a hónapban, nem nagy meglepetés, ki akar meghalni fiatalon. Igen. Igen. Tehát voltak ott ugye őrök, de 2-3 éven belül meghaltak, és mindenki máshogyan halt meg. Egyik megbetegedett, és nem gyógyult ki, a másik leesett, talán részeg volt. A másik pedig... teljesen disappeared, magába zuhant, vagy valami hasonló. Tehát ugye, nem tudom, megtörtént lelkileg. Azt hiszem, hogy a Kaustenkaus testvérek, ugye szervezkednek Zidlic ellen, a fény nélkül a hajók nem tudnak kikötni este, és át tudnak, vagyis így ugye ők át tudnak jönni a az ő területére. Nézzük. Emlékszel? Max a Szidlic. Szidlic ugye szerette Evaltot. Nem, pontosabban Szidlic mellett élt öreg Evalt. Ez egy elég hülye mondat volt az elég, mindegy. Igen, kedves ember volt. És nemes lelkű, igen. Menjek hozzá tanácsért. Igen. Valami boszorkányságról van szó. Ugye a sírboltnál lakik. Néha ugye beszél az a látogatókkal. Hogyha bárki bemerészel lépni a kriptájába este, Evalt elmeséli neki a szerencsét részletesen. Oké. Ez az ember nagyon sok dolgot mondott öreg Edwardról. Ő egy tanult, de... tanult ember, de nem tisztel Isten. Fogadjuk meg a szavát, jobb, hogyha nem megyünk a kriptájába. Phil Russ, az nem tudom kicsoda, ő se tudja. Nem hallottunk róla, egy nagy állat. Úgy eszik, mint egy farkas falka. A teste olyan, mint egy medvéi, a mancsai olyanok, mint a kutyái, és a feje olyan, mint egy macskái, de sokkal-sokkal nagyobb. És ki elég részeg ahhoz, hogy ezt a szörnyet lássa. Ő valódi, ő biztos vagyok benne. Márta mondta nekem, beszül emberei gyakran járnak hozzá, mindenki tudja ezt.
Elmondta nekik később, hogy Fierrest gyakran látták ugye velük, de nincs tervük, hogy elhagyják, és nincs tervükben, hogy elhagyják az erdőt, mert nem gyávák, oké. Okay. Tudjuk most már, hol van a Basil Gang, és ugye mi nem féljük ezt a Fierrest gyereket. Berthold elvileg tudja, hogy ki ő. Nincs menekvés a Chaos and Chaos testvérektől. Azért nevezték el így őket. Chaos and Chaos azt jelenti, hogy off from the coast, tehát egy bagolya... nem tudom, egy ilyen lecsapó bagolyszerű dolog. Oké. Coast and Chaos... Vagy a coast az... az a lényeg, hogy a bagoly ugye a hal után megy, és ezek a testvérek pedig a hajók után, amik meg vannak rakva kincsekkel, és amikor elérik azokat, imádkoz Istenhez, hogy elvigyék a kincset és semmi többet. Oké. Okay. Azt hiszem, hogy mi nem tudjuk, pontosan mellettük érünk, élünk, és ez egy nagy üzlet nekik. A fiatalabbik ugye, ja, igen, a Disappear az eltűnt, ja, igen, valóban. Tehát a világító tornyos cucca visszatérve eltűnt. Tehát a fiatalabb eltűnt. Ja, imádkozik Istenhez, hogy meghalt. Oké. Okay. Sidlitznek volt egy kis szerencséje ezekkel a szomszédokkal. Jó, leave. Megtudtunk minden nagyjából. Szóval ott vannak, igaz? Menjünk oda? Menjünk oda, nincsen probléma ezzel. Tehát hol vannak ezek? Itt, ugye? Menjünk, támadjuk meg őket. Milyen menő parzsom van már amúgy? Right, beszél, nézzük. Legyőzni pár embert... megfelelő győzelemnek tűnik számodra, de elég bolond voltál, hogy ide gyere. Elég emberem van, hogy kivégezzelek. Valóban? Hát tényleg van egy pár. Na várja, pappa vagyunk, rakjunk egy Shield of Fate-et a csávóra. És ugye sokkal jobban bír az ütéseket. És ugorjunk rá először a baltás cuccokra. Hiszen azok sokkal jobban károsítanak engem, mint az összes többi. Van ugye egy íjászuk, van egy healerük nekik is. Üssük a középsőt is. Azért nem üt nagyot, viszont stunol, meg mindenfélét csinál. A baltások viszont nagyon jó páncél ellen. Oké, hát hilleljük őt. Így van. Áldjuk meg ezt a csávót is. Ez egyébként nem olyan egyszerű, mint hinni, tehát... Jó. Természetesen nem tudjuk megölni. De mindegy, attól függetlenül még lőjünk bele. Most többit hiába lőm, nagyon nincs értelme. Jó, egy mínusz. Hilleljük a lovagot, mármint engem. Berthold nincs a legjobb formában, ahogy nézem, te meditálj. Oké. Okay. Lőjük hátul az íjászt, mert ezt ugye nem tudjuk lőni, mert ott vagyunk előtte, pont. Ó, visszatámadtunk, nagyon jó. Jött az íjászt sehova, aki érdekes, hogy mindig nem adta meg magát. Pedig azt látsuk, hogy az elég nagy esélye van. Hát akkor lőjük az asszonyt, tehát nekem mindegy. Összintén szóval teljesen mindegy, hogy kitölünk. Oké. Okay. És még mindig nem adja meg magát, vágod? Milyen májas hurka. Pusztulja? Bizonyos keretek közt.
Öljük már, mert... Oké. Tehát ez volt konkrétan egyébként a Red Bessel az utolsó, akit megöltünk. Kaptunk egy tök menci íjat amúgy, amit oda lehet adni a Hunteröknek. Úgy látszik, megint alábecsültek minket, mondj búcsút az életednek, féreg. Várj, ne öl meg, könyörgök neked. Parancsba kaptam, hogy... Foglalak el téged. Nem ő akarta így, igen. Elég valószínű, hogy ez a patkány hazudik. De attól függetlenül meghallgathatjuk, aztán eldöntjük, hogy hiszünk-e neki. Ugye Lord Kaustenkous parancsnokság alatt van, akinek a földjei szomszédosak a te barátodéval, Baron, Sidlitz báróval, igen. Azt mondta nekünk, hogy raboljunk embereket, tehát raboljunk ki embereket, és osszuk meg vele a zsákmányt, igen. Vigyük ezt Sidlitzhez, és meglátjuk, hogy mit gondol erről az egész elméletről. Viszont még mielőtt ezt megcsinálnak, adjuk oda az íjunkat a csávónak, hiszen ez nagyon király. Meg van ilyen páncél is, meg mindenféle. Amulettet is kaptunk, tök jó. Tehát el kell vigyük a csávót Sidlitzhez, hogy elmondja, hogy ez igaz-e. Vagy hogy van-e rá valami reális magyarázat, hogy ez tényleg így történhetett-e. Hogy ugye... Ott a Kaustenkous vár, tehát ott van ugye a két testvér. Klauslin, ugye végeztünk a Red Bessel csapattal. Azt mondják ugye, hogy Kaustenkous parancsnokság alatt harcolnak. Úgy gondolod, hogy ez igaz lehet? Attól félek, hogy igen. A Kaustenkous testvérek nem a legtiszteletre méltóbb emberek a környéken. Nagyon sok konfrontációja volt velük a múltban. Vannak hajóik és rablóik. A fiatalabb testvér nem látták ugye hónapok óta, nem egy jó jel. Úgy látszik, hogy körülötted csak érdekes emberek vannak. És fiatal, kérdőre vannak ugye Kaustenkous, ugye gondját viseljük a rablóinak. Ugye gondját viselhetnénk ennek a úgynevezett lordnak is. Igen. El kell foglalnunk a várát. Ezt nem tudjuk megcsinálni ugye pár emberrel. Add nekünk egy kis goldot, és ezért tudunk felvenni ugye pár zsoldost. Ugye napi fizetségért, és nem kell nekik viszont Castle Support. Ugye elég tekintélyes mértékben meg tudjuk növelni az erőnket ugye zsoldosokkal, attól függ nyilvánvalóan milyeneket veszünk fel. A egy kocsmában biztos, hogy találunk egy párat, aki harcolna Goldért. Tehát legalább 8 harcos kell ahhoz, hogy megtámadjuk Kaustenkousnak a kastélyát. És akkor kéne ezt az ostromot elkezdenünk. Amikor elhagyja a kastélyt a lovagjaival, és csak egy kis garizon maradott, hogy védje. Rejtőzzünk el az öreg, vagy régi halász kunyhóban, a parton. Attól félek, hogy a Kaustenkous kémkedni fog utánunk itt. Várjunk addig, amíg az emberei elhagyják a kastélyt. Amikor a serege messze jár, támadjuk meg. Oké! Az első és legfontosabb dolog az, húzzunk el Hillelni. Szent Ilen a templomába. Oké. 92-ből ki is jött, teljesen király. Illetőleg elmegyünk a helyi kocsmába, ahogy arról szó volt. Ugye ez a tehén és kanál fogadó. Milyen eredeti neve van egyébként. Megyünk fel, van egy zsoldos veterán vacsunk, tökéletes, meg egy zsoldos crossbowman. Két királyság egy csapásra. Oké. És ugye itt a híd, szóval elmászunk ide. Ez már ellenséges terület, bőven. Itt van ugye a vár. Tényleg is benne nagy garizon, és négy ember véd, és hogy itt kéne elrejtőznünk. Nem fog itt ránk találni. Csak várnunk kell, amíg elhagyja a kastélyt. Oké, indítsuk el azt az időt. Elhagyta a kastélyt. Oké.
itt az ide ostromolni. De az tényleg elment. Jó, kezdjük. Blessing to you! A crossbowben az nagyon betegség ezek ellen, úgyis is pajzsuk is. Alapból nagyon sokat üt, de így meg pláne. Tehát aztán ne felejtsük, hogy ez folyamatosan visszaszurkálnak. És ebben az is, hogy még a sima ijászok is nagyon nagyot lőnek. Az nem feltétlenül jó nekem. Mégis milyen májam történt? Nem tudom, de majd fel kell hillelni ezek szerint Brett Holdot. Ők meg minél hamarabb ők, de olyan, hogy állandóan counterat akkornak egyfolytában, de mindegy. Viszont elég nagyokat kapnak sebzés ügyileg. Ami nem feltétlenül rossz, hogy hilleljük ezt a csávot azon legkevesebb HP-n. 19 sebzés mehette bele. Ő kap a 18-at. Megyünk már neki protection-t. Oké. Többet az, hogy számszerűen jelszoktól is búcsúzunk. Nem, nem búcsúzunk tőle, király. Lőjél abba. Miért nem counter-at attackolunk? Hát a zsoldos sávó ez elég jól nyomja. Király. Oké, nyertünk. Jó harc volt, ugye megvan a kastély, nem kockáztatjuk meg most azt, hogy ki, hogy elhagyjuk. Bármi pillanatban visszatérhet Kaustenkaus, és az lenne a legjobb, hogyha a falak mögött várnánk rá. Igen, ugye a sebeinket el kell látni. 300-ért, király? Wow, mennyi fejlődés van ott, figyeled? Igen, most már tréneljünk. Jó, tudom, hogy kell trénelni, köszi. Jobb ijász, jobb healer, jobb lovag, az az én, oké. Okay. És már jön is a csávó, alabárdos lovagról beszélünk. Hogy mertél a falaim alá jönni? Igen. Egy kutyát küldtél ugye a piszkos munkára. Megpróbáltad visszavenni ezt a helyet Kaustenkaus, de... Nehezebb lesz minket legyőzni, mint azt vártad volna. Holy shit, hát itt tényleg. Hallod, szinte alig van HP-juk. Bazz, hát... Ezeket egy lövésből leszedem. Ez nem túl nehéz, így várja már. Milyen lehet ez könnyű fokozaton, hallod? Egy HP-ban jön be mindenki? Illeljük az urat. Hilleljük az urat. 40 sebzést tudok belenyomni abba. Azért az alabáros csávóra figyeljünk oda. A kétkezes fegyverek azok nagyon adják. Én nem véletlen, tehát kegyetlen nagyot ütnek. Ó, tudjuk támadni minden oldalról. Ő jelenleg az idősebb testvér, 52-t ütött belénk, nem rossz. Ő az idősebb testvér, a fiatalabbról pedig nem tudunk semmit hónapok óta. Tehát valószínűleg a fiatalabban még fogunk találkozni, hogyha nem halt meg esetleg. Jó, végezzük ki azt is, király. Illetve álljunk neki a Lordnak magának. Mert itt nyugodtan ennek már nagyon hosszú vége nem, nagyon hosszú csata nem lesz. És megvan zsír! Szeretünk Light Spirit Armort, van itt minden. De nem volt túl nagy kívás. Örülünk, hogy ugye a szerencsém még mindig kitart. Vigyük el az újságokat ugye a Zidlicnek, hogy mi történt. Ez például sok pénzünk van ugye ahhoz képest. Vedd fel, rak be. Vedd fel. What? Mindegy, a pajzsot ne cseréljük még le. Elmondjuk Sidlitznek, hogy mi történt. Hogy nyertünk meg minden, aztán nagyon királyok vagyunk. Igen. Lehengerdően jók vagyunk.
Örülök neki, hogy a barátom Leonard a fiát egy igaz lovagnak nevelte, tehát az apánkat úgy hívják, hogy Leonard. Ugyanúgy, ahogy a tiéd Berthold. Apám eltávozott a világról, nagyon keveset tudok róla. Szomorú. De ő talán találkozott vele évekkel ezelőtt. Talán ő volt az apád. Lehetséges-e ez? Miért ne? Ha akarod, beszélhetünk róla privátban. Még egyszer Roplita. Legnagyobb elismerésem. Adnánk egy pillanatot neki Bertolda. Hogy? Hát felül. Beszéljétek meg, mi újság van a privát szobában. Csendes. Csak egy gyors beszélgetés volt ez. Attól félek, meg kell szakítanom. A toronyból láttam egy hajót éppességgel kikötni. Nem úgy tűnik, mint amit nem egy olyan... tehát nem úgy tűnik, mint egy várt esemény. Valóban nem várt, attól félek, nem is jó ugyanakkor. Menjünk el és nézzük meg, hogy kikötött ki. Ezek jönnek maguktól, ezek zsoldosok. Én vagyok, ez Roplita, ez egy törzsfőnök. Ki akarja tudni? Nem kell tudnod, csak útban van a fejed. Lol. Egy törzsfőnök ellen harcolunk, Jesus Christ. Áldjuk meg a lovast. Bertholdot, ugye? Mert a lovas dolog az mindig jó. Megátkozta a számszer, ilyeszt, hogy pusztulja. Wow, 24-et lők vele, az nem rossz. Hilleljünk közben. Az se pénzért kell, igaz? Szedjük le először a baltásra, az egy nagyon jó ijesz amúgy. Oké, tehát próbáljuk meg minél hamarabb leszedni. Elég gázom, hogy a szemszegy ilyeszom nem tudok lőni. Ja, de most már tudok. 27 seb az íjászban, nagyon jó. Nagyon kis támadó erőt ugye magamnak. Ó, az kemény 5 sebzés volt. A zsoldosunkat ugye megfélemlítette. Meg stuff. Itt tudunk ugyebár hillelni. Te pusztulj, of course. Wow. Küldött ránk egy csúnyát, hallod? Ez mi amúgy? Warlock, hallod? Megőrülsz. Fogjon már az a HP, hallod, törzsfőnök úr. Rakjunk rá shieldet valóban. Az sima ijászom ugye nem üti át. Wow. Hát az hátba biztos fájt. Hát ez ennyi volt, törzsfőnök úr. Kaptunk egy barbutét, egy masszív buzogányt, illetve... Ó! Ugye átkutatja a vezető holttestét és egy papírt hoz ki belőle a zsebéből. Közelebbről megnézi. Úgy látszik, hogy a barátunknak van számodra valamilyen. Ez a levél arról szól, hogy a házunkról szól, ugye, és arról, hogy betörtek. Apámtól jött, arra kér, hogy térek vissza, amilyen gyorsan csak tudok. Úgy néz ki, hogy egy vihar tört ki a földjeimen. Ugye hát háború, mondom. Valaki nem akarta, hogy lásd ezt. Bár is legyen, haza kell mennünk. Mondjunk búcsút Zidlicnek. Oké. Megmutatjuk neki az üzenetet. Ugye ledöbben.
A levegő, nem kell elmennünk, ugye a levegő jó, meg minden. De ugyanakkor kérlek, add át az apádnak ezt a csomagot. Ez a végső része annak a társalgásnak, amit mi folytattunk. Sajnos úgy néz ki, hogy én nyertem meg. Úgy néz ki, hogy zavarba jöttél a szavaimtól. Nem kellett volna akarjam, nem kellett volna nyerni akarnom. Megtanultad a szavaim jelentését eléggé, biztos. Circumstances... Ilyen ugye elfoglaltságok nem engedik meg, hogy velünk jöjjön. De hogyha kell bármilyen segítség, beszéljünk Werner von Stretch-el. Jó barátja apádnak és nekem. Ahogy hallottam, ő most a Chancellor, kanceller a hercegek körében. Ami azt jelenti, hogy nagy befolyással bír. És nem hagyná egy öreg barát fiát bajban. Isten legyen veled, oké. Menjük vissza a Lánsteinben. Jó, rendben. Hát ugyebár menjünk a kikötő felé. Ami jelenleg itt van, így van. Ideje búcsút mondani a barátainknak, akiket itt szereztünk. Sajnos nem utazhatnak velünk Mecklenburgon, Brandenburgon és Szászországon keresztül. Wow. Nem maradunk sokáig. Remélem, hogy az Elba gondunkat viseli majd a... Tehát az Elba gyorsan el fog minket vinni Lánsteinbe. Jó. És srácok, ez lett volna a srácok... Na, és mi azt mondom, kétszer nem tudom. Ez lett volna a prológus. És innentől kezdődik el maga a kampány része a dolognak. Way home. Viszont ez a következő részbe fog menni. Remélem, ez tetszett nektek, és itt leszek velem legközelebb is. Én Tomi voltam. Sziasztok!